Szerintem itt a legfontosabb, hogy megszületett ez a Szociáldemokrata Zöld Szövetség. Egész pontosan azért, mert az Orbán kormánynak ez az embereket kisajtoló, a munkásokat megalázó, a tanárokat semmibe vevő. De ezt tudjuk sorolni, ismerjük pontosan, hiszen az elmúlt másfél évtizedben előre mondtuk, hogy ez lesz, és aztán ez lett, kiegészülve egy hatalmas gazdasági válsággal. Ebben a helyzetben szerintem Magyarországnak egy biztonságot nyújtó alternatívára van szüksége. Ugyanis mi egyszerre kívánunk, kínálunk alternatívát azoknak, akik a hónap végétől félnek, és azok, akik egy picit távlaté, mondjuk a világ végétől félnek. Most nyilván nem karikírozni akarom, de akik mondjuk attól félnek, hogy a következő évtizedekben olyan terheléséri a globális civilizációt, ami lehetetlenné teszi, hogy a most, most megszokott életkörülmények között éljünk. Valójában ugyanis a zöld gondolat, az az én értelmezésemben legyünk persze alázatosak, az a szociáldemokráciának egyfajta jövőbevetítése, hiszen azt mondjuk, hogy nem csak a most élő generációk, hanem a jövő generációknak is próbáljuk biztosítani azokat az életfeltételeket, amiben élünk.